a nyílt vizen villámlott, majd sötét lett az ég. Lopaka! Oda kim van? Küzdöttem a viharral, ám úgy tűnt, itt nincsen segítség. Hegyi hullám támadt rám, és úgy éreztem, eljött hát a vég. Ám ekkor hirtelen ott termettős kerumpartot élt. Egy jó barát, ki téged vár. Úgy kellett. Ki tengermélyből fel-fel jár. Vigyázz! 100 karandot élhet át. Nincsen nála jobb barát. Él ott lenne csúfolip, a neve Dexter, s hatalomra tör. Tervez, szervez, szüntelen, nem jó neki soha semmi sem. De hogyha baj van, eltűnik Flipper az, ki mindenkin segít. Rája Bidra Pupi ő, amíg Dexter valahol lapít. Oh, yeah! Egy jó barát, ki téged vár, ki tengermélyből fel-fel jár. 100 kalandot élhet át. Segíthetek? Nincsen nála jobb barát. Flipper a csúcs! Flipper és barátai. A gyilkos bálna visszatér. Ez az én régi iskolám. Te jártál iskolába? Hát persze, 3 fontos dolgot tanultam ott. Siklani? Fickándozni? Ó, és gyorsulni. Meg persze egy kicsit olvasni és írni is. Úgy tűnik, látott már jobb napokat is. Igen, nagyon lerobbant az épület. És a vén morgós rezgései sem használtak neki. Nagyon nagy munka lenne rendbe hozni. Ez micsoda? A hénár erdő. A legjobb móka az volt, amikor suli után mindig itt fogócskáztunk. Próbáljuk ki! Te vagy a fogó! Mi a... Flipper! Flipper! Ne küzdj vele, Lopaka! Engedd el magad! De megfogott! Bíz bennem, Lopaka! Csak engedd el magad! Ha erőlködsz, csak rosszabb lesz! Hey! És most úsz együtt az áramlattal, csak menj mindig arra, amerre a hínásodor. Hűha, ez ijesztő volt. Ez is bizonyítja, hogy többet ésszel, mint erővel. Ó, erről jut eszembe. Nekem most iskolában kéne lennem. Kereva a tudományokat tanítja nekünk. Nem akarom kihagyni. Később találkozunk. Flipper! Flipper! Mi történt? Ork! Orki visszajön! Nagyon érdekes. Jó reggelt! A mai tudományos órán az emelő működési elvével és gyakorlati hasznával foglalkozunk. Unalmas! Honnan tudod? Semmit sem tudsz az emelőkről. Nem! És nem is akarom tudni. Azt mondtam, emelő? Pedig ma egyik elődünk legendájával foglalkozunk.
Iloka egyik legnagyobb hősével, akit úgy hívtak Borsszem, mert kicsi volt, de erős, mint a bors. Tehát a fiatal Borsszem volt felelős a falujért, miközben a férfiak halászni jártak. Fölvázott a sziget legmagasabb pontjára, oda, arra a sziklára is őrt állt. És tudjátok, mit látott? Több száz nagy ember szállt partra a csónakjából a sziget távolabbi végén. Mit tehetett? A férfiak messze, a nők védtelenek. És csak egy folyó volt a falu és a nagy emberek megszálló hordái között. Ezért Borsszem levászott a szikláról és a folyóhoz ment. És tudjátok ezután mit tett? Megpróbálta figyelmeztetni a falut. Nem. Akkor gyümölcsre dobálta a nagy embereket. Nem. Épített egy hidat a folyó keresztül a megszállóknak. Azután pedig egy nagy követ kurított a folyóba, amire ráfektette a legnagyobb farököt, amit csak talált. És hogy a nagy emberek tudják, hogy ez a híd, szépen átsétált rajta. Aztán a mi borsszemünk visszamászott a szikla tetejére. Persze, hogy visszamászott. Túl kicsi volt ahhoz, hogy szembeszálljon a nagy emberekkel. Ó, úgy gondolod? Na, gyere csak ide, bóló. Te leszel a megszálló nagy ember. A megszállók óvatosan megközelítették a fahidat, és amikor már rajta álltak, Borsszem legurította a szikláról a legnagyobb követ, amit csak talált. Hát így mentette meg Borsszem a falut, egy evelő segítségével. Klassz! Lehetne még egyszer? Orki visszajön? Igenis, Dexter úr. Biztos vagy te ebben? Épp most hallottam, amint Vidra mondta Flippernek, és nem látszott boldognak, annyit mondhatok? Milyen dicső nap! Orki végre visszajön közénk, hogy bosszút álljon Flipperen! Orki majd kifacsarja! Kifilézi? Igen, és a szerencsénk van megismeri! És nekem egy csápomat sem kell mozdítanom. Ha csak, Orki ki nem végül Flipperrel. Mi? Mit mondtál? Hát én azt mondtam, ha csak, Orki ki nem végül Flipperrel. Hallottam, hogy mit mondtál, csak nem tudom elhinni, hogy ezt mondtad. Orki vitája Flipperrel régi történet. És néha a régi ellenségek kivégülnek. Lehet, de ez Orkival és Flipperrel nem fordulhat elő. Nem hiszem, hogy még mindig dühös rám ennyi év után. Én nem tudom, Flipper, de Orki mindig is haragtartó volt. Igen. És nagyon-nagyon haragudott rád, amikor elment. Mit is mondott? Ezért még elkaplak, Flipper! Elkaplak! Fölfogtam! Tényleg nagyon dühös lehetett! Igen, de mindannyian változunk. Nem tudjuk, hogy Orki is így van ezzel. Nem, de én megváltoztam. Már nem vagyok az a buta kölyök, aki elkezdte ezt a vitát. És most véget akarok neki vetni. Helyes, és mit akarsz tenni? Félreteszem a büszkeségemet, és bocsánatot kérek Orkitól. Már nagyon régen meg kellett volna tennem. Csak vigyázz, Flipper, Orki már nem gyerek. Bizony, azóta nagyon megnőtt. Dexter! Meglep, hogy újra itt látlak. El az utamból, Dexter! Én Flippert akarom! Akkor igyekezz. Flipper a markában tartja az egész várost. Ezt hogy érted? Kapóra jött neki, hogy a csatátokból ő került ki győztesen. Nem is gondolnád, mekkora hős lett belőle. Most a város összes lakója őt isteníti, miközben téged kevesebbre tartanak egy csigánál. Tökéletes a segítségünk!
Na hát, az a felfuvalkodott kis senki! Lássuk csak, mit is mondott rólad legutóbb? Hogyan is emlegetett? Zsírpacni? Szivacs agyú? Ütődött? Csak vigyázz Flipperrel! Meg ne bízz benne! Mindannyian tudjuk, hogy nem tisztességes harcban győzött le! És én otthon vagyok mindenben, ami nem tisztességes. El az utamból apróságok! Nem. Ezúttal nem. Flippert akarom! Mondjátok meg neki, hogy délben találkozunk a régi iskolánál! Van egy elintézetlen ügyünk! Komolyan hangzik. És ha Flipper gyáván meghátrál, mindenki megfizet érte! Hát biztos lehet vele beszélni. Nem lehet még mindig dühös rám. Még mindig úgy gondolod, hogy nem dühös rád? Na jó, talán egy picit. De valószínűleg elkerülhetem a harcot, ha az egész város mellém áll. Azt hiszem. Játsszuk-e, hogyan mentette meg Borszem a falunkat? Jó? Ez a... Igen! Igen, és én leszek Borszem. Nem, én akarok Borszem lenni. Az én ötletem volt. De? Ha? Te túl vézna vagy ahhoz, hogy eljátsz egy hőst. Ide olyan van, aki kell, aki nagy és erős, amilyen én vagyok. Ja, igaza van. Hisz épp ez a lényeg. Borszem nem volt sem nagy, sem erős. Úgy mentette meg a falut, hogy használta a fejét. Borszem igazi hős volt, és a hősök mindig nagyok és erősek. Igen! Hol van legyen Borszem? Nem figyeltetek a történetre? Hát egyik őtök sem figyelt. Igen, nagyon aranyos, ki lesz a nagy ember? Én akarok! Én akarok! Én akarok! Ennek a harcnak semmi köze hozzá. Igen! Ez csak Orkira és Flipperre tartozik. Igen! Igen! Nekünk igen. Nem szabad beleavatkoznunk. Igen! Természetesen nincs semmi bajunk Flipperrel, és ha legyőzi Orkit a harcban, ám legyen. Igen! 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 De ha Orki győz, bosszút állhat mindenkin, aki Flipper mellé állt. Jaj, nem! Bosszút áll! Ne hallgassatok rájuk! Orki nem fog bosszút állni rajtatok! Ó, nem! Nem úgy tűnt, amikor a standomat szétzúzta. És elijesztette a vevőimet! Engem már... az Orki név hallatán is elfog a rettegés! Hát nem értitek! Nem lesz semmiféle harc, ha mind szembeszállunk vele. Nem tud mindnyájunkkal megküzdeni. Ez igaz, nem tud. Már csak azért sem, mert nem leszünk ott. Menjünk, fiúk. Gyönyörű nap ez a mai. Arra való, hogy a világon semmit ne csináljunk. Igen! Igen! Hadd menjenek. Nos, ki tart velem, hogy szembeszálljunk Orkival? Ó, mindenki itt hagyott. Srácok! Puffy! Rája! Vidra! Flipper! Na, mi újság, Lopaka? Egyszerűen elegem van Ilokából, meg azokból a buta kölykökből. Mm.
bárcsak delfin lehetnék, mint te. Ne akarj az lenni. Mi? Dehogy nem. Mi a baj, Flipper? Nézd, sajnálom, de megvannak a magam problémái. Neked problémáid vannak? Igen, meg kell verekednem valakivel, és nem akarok. És? Akkor ne verekedj! Ó, ez nem ilyen egyszerű. Én kezdtem az egészet, még amikor gyerekek voltunk. Akkor hadd segítsek! Kösz, lopaka! De ez az én ügyem. Nekem kell rendbe hoznom. Hello, Flipper! Emlékszel még erre a helyre? Igen. Megnőtt a hínár! Ó, és te is? Igen! Nem vagyok már az a kis kölyök, akit nyugodtan lökdöshettél. Tévedsz! Én soha nem lökdöstelek. Csak kigúnyoltál, kinevettél! Ez már olyan régen volt, Orki, gyerekek voltunk. Igen, én csak egy kövér kisgyerek voltam, te meg atletikus termetű észkombány. Mivel érdemeltem ki a gúnyolódást? Semmivel. Pontosan! Hogyan is csúfoltál? Itt jön a zsírpacni, a behemót vadbálna. Tudom. De megváltoztam. Ó, micsoda szerencse! Mert tudod, én is megváltoztam! Most épp 10-szer akkora vagyok, mint te! Orki, higgy nekem, sajnálom. Nem annyira, amennyire most fogod sajnálni. Nem beszélhetnénk meg. Késő bármit is megbeszélni. Jaj, ne! Ne szeretném! Flipper nagy bajban van. Tényleg nem akarok verekedni veled, Orki. Ebben biztos voltam. Jaj, ne! Gyere vissza! Ez nem igazságos küzdelem. Úgy van, akárcsak borszemé. Ez az borszem. Flipper nem tudja legyőzni ezt a behemótot. Ha csak... Vajon borszem mit tenne ebben a helyzetben? Saját méretét fordítaná ellene? Menj innen! Orki, túl nagy neked, lopaka! A méret nem minden! Többet észel, mint erővel, emlékszel? Hát persze! Kösz, lopaka! Jól van, Orki! Jobban szeretem a gyilkos bálna nevet. Akarod most abba hagyni? Abba hagyni most? Amíg előnyben vagy. Hiszen még csak most kezdtem. Jó, de ne mondd, hogy nem figyelmeztettelek. Átvertél, Flipper! Most nagyon okosnak képzeled magad, igaz? Már nem. Csak kapjalak el! Úgy sem tudsz. Az erőd és a méreted most nem segít rajtad. Nézz szembe vele, nem tehet semmit. A hínár túl erős. A harcnak vége. Igen, és megint te győztél. Senki sem győzött, Orki. Még mindig csak egy nagy ostoba, hasznavehetetlen kölyök vagyok, mint az iskolában, és... Mi ez? Földmozgás. Az iskola. A fal mindjárt leomlik, és odabent vannak a gyerekek. Én meg tudnám tartani a falat. Csak engedd el magad, Orki. És most úsz együtt az áramlattal. Csak menj mindig arra, amerre a hínár sodor. Oh.
igaz? Te tartsd a falat, míg én kihozom a gyerekeket! Megcsináltad, Ork? Már nem vagyok nagy haszontalan ostoba kölyök! Soha nem is voltál az Orki. Én voltam ostoba, amiért folyton gúnyoltalak. Akkor minden megbocsátva és elfelejtve, vita lezárva! Vita lezárva! Szép volt, srácok! Bizony! Hé, ti barátként sokkal jobb páros vagytok, mint ellenségként. Csak kár, hogy erre nem jöttünk rá előbb. Tulajdonképpen nem is azért jöttem vissza, hogy megküzdjek veled. Nem azért! Nem, csak meg akartam neked mondani, mennyire megbántottál gyerekkoromban. Csak beszélni akartam róla, hogy könnyítsek a lelkemen. De azok után, amiket Dexter mondott nekem... Dexter! És pontosan, mit mondott neked Dexter? Fiúk, szerintetek most milyen állapotban van a kis Flipper? Mislingben? Pippi verve vagy habosra? Orki, drága barátom, mesélj, hogy ment a dolog az ifjú... Flipperrel? Kibékültünk! Ó, de jó! Nagyon szeretem a happy endeket! Ó, ne mondd! Igazán, Dexter? Hát persze! Akkor jó, mert csak most jön az igazi happy end! Ti fogjátok rendbe hozni az iskolát! Igyekezz, Dexter! Még hátra van 3258 darab tégla. Annyi féleképpen végződhetett volna ez az ügy, de mindközül ez a legrosszabb. De én azt hittem, hogy szereted a happy endeket. Tegyél rá egy téglát. Vége. Csodaklassz! Viszontlátásra, barátaim! Magyar hangok. Lippai László, Mináróvics Péter, Bognár Tamás, Rudas István, Kardos Gábor, Sesztárt Szabolcs, Molnár Ilona, Csuha Lajos, Szinovál Gyula, Vári Attila. Magyar szöveg Fekete Zoltán, vágó Ulman Gábor, gyártásvezető Albecker Gabriella, hangmérnök Hidvégi Csaba, rendezőasszisztens Szász Andrea, szinkronrendező és producer Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette.